Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy hármas kapcsolat. Ez egy általános jóslás, de ez a jóslás megrendelhető nálam. A díjam 3500 forint, akkor az személyes rád szól, és pontosan azt mutatja, ami a te jelenlegi helyzeted, illetve a ti jelenlegi helyzetetek. Az első kép utal egy harmadik személyre. Ha te egy hölgy vagy, akkor utal az ő párkapcsolatára, tehát egy nőre. Ha egy férfi vagy, akkor itt másképp kell a kártyákat nézni, akkor utalhat ez a kép egy másik férfire. Tehát van egy harmadik személy a háttérben. És én most úgy magyaráznám el a kártyákat, hogy te vagy egy hölgy, van egy lelki társad, és ez a kép utal egy nőre a háttérben, és az ő gondolataira. Hogy gondolkozik ez a nő ezzel a férfivel kapcsolatban, vagy a párkapcsolatot illetően? Itt látható a képen, hogy hátat fordít neki. Eltekint felőle. Nézi ezt az ablakot, tehát megvannak nála a vágyak, a remények, az elképzelések. Az is lehet, hogy gondol egy másik férfire, ki akar lépni ebből a szobából, tehát ki akar lépni ebből a párkapcsolatból, de valami még fogva tartja őt. Lehet, hogy az anyagiak miatt, a család miatt, vagy vannak nála félelmek. Ez az ablak jelenthet internet kapcsolatokat is. Tehát ez a nő eltekint tőle, és más irányba tekint, de még nem tesz lépéseket. Most megtekintjük azt, hogy érzi magát, vagy mik az érzelmei a férfit illetően, aki a te lelki társad. Itt látható egy híd, és az jelent egy átmeneti időszakot. Ebben a párkapcsolatban most vannak változások. Ez nem olyan, mint volt régebben, de itt van egy új irány, de ez a hölgy még nem érkezett el oda, mert ezen a hídon van, tehát ő nem tudja azt, hogyan tovább, milyen irányba. És mit fog tenni? Ezt mutatja itt ez a kártya. Amit megemlítenék, hogy a háttérben van ez a zaj, és ez abból adódik, hogy vihar van, esik az eső, nagyon hideg van most itt Mallorca szigetén. És most megnézzük ezt a kártyát, utal a hölgy döntéseire, és mutatja azt, mit fog tenni. Itt látható egy börtön. A képen egy férfi látható, az lehet, hogy ez a férfi utal a te lelki társadra, és ez a nő érzi, hogy fogva érzi magát ez a férfi. De jelentheti az ő lépéseit, az ő érzelmeit, és akkor ez a férfi utal erre a nőre, és ez a nő fogva érzi magát ebben a párkapcsolatban, mint egy börtönben. De mégsem mozdul, hiszen itt megjelenik a négyes szám, és az utal a biztonság érzetére. Tehát kell számára az anyagi biztonság, és ezért ebben a párkapcsolatban akar maradni. Nem tesz lépéseket, holott ő is, és ez a férfi is mindketten fogva érzik itt magukat ebben a helyzetben, ez olyan számukra, mint egy börtön. Most megtekintjük a te lelki társadat. Hogy gondol erre a nőre?
Itt a kezében van ez az aranyérem, tehát itt anyagiakról van szó. Vagy az anyagiak maradt vannak még együtt, vagy úgy érzi, úgy gondolja, hogy ez a nő az anyagiak miatt marad mellette. De ahogy az arcán látjuk, ő nem boldog ebben a párkapcsolatban. Hogyan gondol rád? Itt vannak még kihívások, nehézségek, de azt is jelenti ez a kártya, hogy ő, tehát a te lelki társad harcol érted. Most megtekintjük az ő érzelmeit. Mit érez ezzel a nővel kapcsolatban? Itt látható a mozgás, a változások, de nem könnyű a helyzet, hiszen itt van ez a kerítés, nem mennek előre a dolgok. Nem tudja azt kimutatni, amit szeretne, amit elérni szeretne. Ezek lehetnek változások is, hiszen itt a botok jelentik itt az előtérben azt a helyzetet, amikor ez olyan, mint egy kerítés, mint egy fal, hogy nem tud előre menni. Így inkább olyan visszahúzódó. És mit érez veled kapcsolatban? Itt látható ez a torony, ez olyan, mint egy labirintus. Mindketten benne vagytok ebben a labirintusban, ami az érzelmekre utal, de a korlátozásokra is, mint ahogy itt a botok szintén ezt jelentik. Ezek a kihívások, amikor nem tud dönteni, amikor nem mennek előre a dolgok. És pontosan erre utal ez a labirintus is, mert jelenti az érzelmeket, a félelmeket, a bizonytalanságokat, de itt van egy megoldás, hiszen mindketten kerestek egy megoldást, mindketten kerestek itt egy kiútat ebből a helyzetből. Tehát itt lesznek változások, és ő átteszi magát ezen a kerítésen, átmászik rajta, és lezárja a kapcsolatot, a bizonytalanságokat, a félelmeket, a nehézségeket, a kihívásokat, és lesz itt egy megoldás. Mit fog tenni? Itt látható a kehely, ami utal a víz elemére. És a víz eleménél mindig érzelmekről van szó. Az ő érzelmeiről, a te érzelmeidről, és ezt ki fogja mutatni. Itt elfoglalja a helyét, itt trónol. Tehát tudja ő azt, hogy mit érez, hogy mit akar. De ahogy a kép mutatja, olyan kényelmes. Figyeli a dolgokat, figyeli az eseményeket, vár arra, hogy eljöjjön az időpont, hogy az érzelmeit élje, hogy ezt kimutatja. Szerintem arra vár, hogy ez a nő elbúcsúzzon tőle, hogy találjon valaki mást, lezárja a párkapcsolatot, és akkor ő szabad, és éli veled. Ezt a párkapcsolatot éli az érzelmeit. Hogyan gondolj erre a helyzetre? Ez a kép mutatja a fekete és a fehér megoldást. A fekete szín itt a képen, ez olyan, mint az ártatlanság. Tehát nem engeded meg a testi közelséget. A fehér szín az utal a nyitottságodra, utal intim kapcsolatra. Hol így, hol úgy. De ez nem csak a szexuális témákra utal, hanem jelenti a hozzáállásodat, a beszélgetéseket is. Az egyik irány az, amikor visszahúzódó vagy, nem beszélsz érzelmekről, nem beszélsz tervekről, tehát
jelenti a zárkózottságodat, és a másik irány, amikor nyitott vagy érzelmekről beszélni, nyitott vagy tervekről beszélni, és ez azt jelenti, légy diplomatikus, attól függően, hogy ő hogyan közeledik hozzád. Van arra remény, hogy összejöjjetek. Legyen ez a tartásod, mutasd ki a nőies energiádat. És jelenti azt is, hogy itt légy várakozó, te megkapod azt, amit szeretnél. Légy nyitott erre a párkapcsolatra. És most megnézzük, hogy hogy tudnál javítani a helyzeten, különösen, ami az érzelmeidet illeti. Itt kiderül az igazság, nyitottan tudtok egymással beszélni, de várj itt arra, légy várakozó, amíg ő közeledik hozzád. És itt a képen látható, hogy megjelenik itt a háttérben, akkor is, ha te nem teszel semmit, ő közeledik hozzád. És itt van a víz eleme, ezt jelzi ez a patak, tehát itt folyamodnak az események, érzelmekről van szó, megvan a tisztító hatása is, tehát itt kitisztul valami, és itt a botok jelentik a tűz elemét, az ő bátorságát, lelkesedését, a testi kapcsolatot, és itt megvan a víz és a tűz eleme, az érzelmek és a testi kapcsolat, légy várakozó, ő közeledik hozzád. És mit tudsz tenni annak érdekében, hogy javuljon a helyzet? Fordulj el tőle, és légy magabiztos, hogy ő itt van előtted. Figyelget téged, és látható az is, hogy bámul téged, tehát megkapod az elismerést, és látható az, hogy mennyire tetszel neki. És a jövő, az itt látható. Itt a kettes szám utal a ti párkapcsolatotokra, te és ő, és ez a harmadik személy, ez a nő, ez eltávolodik. És itt látható a közeledés, a testi közeledés is, és a kardok a képen jelentik a felszabadulás érzését, és jelenti a kommunikációt, tehát hamarosan beszéltek a jövőt illetően, tervezitek a közös jövőt. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!